2016-ban a szurkolói sátor nem a főtéren volt, és a körülmények is mások voltak, mint most 2021-ben. Akkor egy kisebb sátor került a tér másik felén összeállításra, azonban nagyon sok esetben elsősorban a magyar mérkőzések idején, amikor a magyar csapat játszott valamelyik ellenféllel, akkor látszott, hogy tömegek voltak, és mivel itt jövő hétvégén egyébként is a Dunatesze közé Agrár Expo kerül megrendezésre, úgy gondoltuk, hogy akkor használjuk ki ezt a területet, és akkor ezért ez egy jóval nagyobb, komfortosabb területet tesz lehetővé, ráadásul itt a különböző infrastruktúra is felszerelés alatt áll, itt a művelődési központ területén vagyunk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden szempontból kényelmi, esztétikai és egyéb szempontok szerint is én úgy gondolom, hogy sokkal jobb helyszín, mint korábban volt. De nem csak az 5 évvel ezelőtti kedvező fogadtatás ösztönözte a szervezőket, hogy az Európai Bajnokság idején is felállítsák a szurkolói sátrat. Szűk másfél évnyi rendezvény szünet után társasági élet hiányában így úgy gondolom, hogy nagyon jó lehetőség lesz itt Kiskörösön, hogy itt együtt legyünk és együtt szurkoljunk elsősorban nyilván a magyar csapatnak, magyar csapat sikereinek, és hát egyébként is, hogy lehet beszélgetni, kibeszélni a meccsek eredményeit, mérkőzéseket, és természetesen itt folyamatosan az EB teljes időtartalmat rendelkezésre áll ez a terület itt a művelődési központ előtt. A június 19-i, 20-ai hétvégén rendezik meg a Dunatisza közi Agrár Expót és gasztronómiai fesztivált a nagy sátor alatt. Így erre a 2 napra a szurkolói sátor elköltözik a főtérről. Arra a hétvégére átköltözünk majd oda a Szarvas előtti új rendezvénytérre, majd itt a technikai személyzettel ezt már leegyeztettük, hogy az Agrár Expo is megtartásra kerülhessen, de a rajongók is, a futballrajongók is, akik ráadásul pont a magyar-francia mérkőzéssel lesznek vélhetően kíváncsiak jövő héten, ők majd ott tudják megnézni. Úgyhogy minden, amit itt látnak, nyilván a nagy rendezvény sátor nem, egy másik sátort fognak ott összeállítani, de a LED-faltechnika, az ülőhelyek, a hangosítás, a vendéglátás ugyanott is rendelkezésre áll majd mindenkinek. A szervezők faházakban biztosítják, hogy a meleg nyári estéken ne legyen hiány a hideg italokból és meleg ételekből, de a főtéren lévő vendéglátóegységek elviteles lehetőséggel várják a szurkolókat. A szervezők arról is gondoskodnak, hogy a kivetítőn élvezhető minőségben lehessen követni a mérkőzéseket. A projektoros vetítővásznos technika ebben az esetben nem jöhet szóba. 5 évvel ezelőtt az egyik támogató jóvoltából ilyen nagyobb méretű televíziókon nézték a jelenlévők a műsort, azonban az érzésünk, hogy most azért én úgy gondolom, hogy többen lesznek, mint korábban itt a helyszínen is, és most egy ilyen kisebb LED-falat fogunk innen ide felrögzíteni a sátornak az elejébe, ahol korábban a színpad szokott lenni, most egy LED-falat van lehetősége nézni az érdeklődőknek. A járvány miatt semmilyen korlátozás nem lesz, a részvétel mindenkinek ingyenes, de érdemes a baráti társaságoknak asztalt foglalni, hogy biztosan legyen ülőhelyük. Ezt a Petőfi Sándor Művelődési Központ információs telefonszámán a 0620-22-66-443-as számon tehetik meg hétköznap 8 és 19 óra között, szombaton pedig 8 és 16 óra között. Az asztalok a telefonos foglalások sorrendjében lesznek folyamatosan feltöltve.